Az atomerőmű ese a betegséggel küzdő Ellingsfeld nélkül utazott Zalaegerszegre az élvonalbeli kosárlabda bajnokság újabb fordulójának helyszínére. A középszakasz felsőházát mindkét gárda vereséggel kezdte, így a felek a javítása reményében léptek parketre. Az összecsapás harmadik percében Tóth Ádám is megsérült, így mindkét válogatott centerét elvesztette a Paks. Ennek ellenére az első 10 percben fejfej mellett haladtak a csapatok, Kini triplái után azonban 22-18-ra a hazaiak nyerték a nyitó etapot. A folytatásban Dan Watkins és Medve találataival felzárkózott az Atom, majd ismét zalai percek következtek. Kini és Govens parádisan játszott, de az ase végig látótávolságon belül maradt. Fomin távoli a célba ért, így a nagyszünetben 44-39-et mutatott a tábla. A térfélcsere után Pantelics triplával kezdődött a második félidő, de Schmidt Béla tanítványai továbbra is küzdöttek, Will és Robinson góljai visszaállították a korábbi differenciát. A szakasz vége ismét az ETA volt, akik külső dobásaikkal operáltak, de a palánk alatt is jól dolgoztak. 63-52-ről kezdődött a záró felvonás, melyben egy huszáros hajrá akár paksi győzelmet is jelenthetett volna, de ezen az estén erről szó sem volt. Az ase teljesen szétesett a végére, Bence Tamás legényei okosan, taktikusan kosárlabdáztak, és folyamatosan növelték előnyüket. A lefújáskor 25 pontos különbségnél állt meg a számláló. A végeredmény Zalkerámia ZTE KK atomerőmű ese 90-65.